Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Rendelő felújítás, több mint 3200 szexárdit érint az egészségügyi fejlesztés. Kevesebb betörés Tolnában, ülésezett a megyei bűnmegelőzési tanács. Nélkülözhetetlenek, a kutyák fontossága nem csökkent a rendőri munkában. 100. évforduló, november 11-e Lengyelország függetlenségének a napja. A Tolnatej Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Teljesen felújítatja a szexárdi önkormányzat a város Kölcsei utcai orvosi rendelőjét. Az ott működő két praxishoz összesen több mint 3200 lakos tartozik. Az épületre 24 millió forintot tudnak fordítani. Ebből a pénzből az elmúlt több mint 30 év legjelentősebb fejlesztése valósul most meg. November 14-től szerdától szünetelnek a praxisok ebben a rendelőben. Olvasható a bejárati ajtóra ragasztott cetlin. A szexárdi Kölcsei lakótelepen található orvosi vizsgálót és a várótermet teljesen felújítatja a város önkormányzata. Itt sűvített be a hideg. A rosszul szigetelő régi ablakokat mutatja az itt rendelő egyik doktornő. Több mint 30 éve nem végeztek semmilyen felújítást az épületen. Ezért az itt dolgozó két orvos és a két asszisztens, valamint az ide tartozó több mint 3200 beteg már nagyon várta a fejlesztést. Nem volt burkolatcsere, hát talán egy radiátorcsere volt. Tehát nagyon megérett a helyzet egy teljes felújításra. Az épületet teljesen felújítják. A régi nyílászárókat, a belső burkolatokat és a bútorokat is újakra cserélik. Tolókocsival is használható bejáratot, valamint mosdót alakítanak ki, és az itt dolgozók által használt vizsgálót és az öltözőt is helyreállítják. A betegeket addig ideiglenesen másik rendelőben fogadják majd az orvosok. A rendelőintézetben kap elhelyezést ez a két házi orvosi körzet. Korábban már sikerült megállapodnunk a kórház főigazgatójával, aki nagy örömünkre készségesen állt a kérésünkhöz, és itt a rendelőintézetben találják meg a betegek Kárpáti doktornő és Bovári doktornő rendelőjét. A rendelőre több mint 24 millió forintot fordít a város önkormányzata. Ács Rezső szexárd polgármestere arra számít, hogy a beruházásnak köszönhetően nem csak a betegek várakozhatnak kényelmesebb körülmények között, hanem a város rendelői vonzóbbak lesznek a házi orvosok körében is, ami segíthet a helyettesítések felszámolásában. Nagyon fontos számunkra az is, hogy az itt dolgozók jól érezzék magukat, hiszen a napjuk nagy részét itt töltik, nekünk az a feladatunk, hogy megpróbáljunk számukra is jobb körülményeket teremteni, olyanokat, amelyek egészségesebbek, hiszen a napi munkavégzéshez is kell, és az sem másodlagos szempont, hogy olcsóbb legyen mondjuk a fenntartás és az üzemeltetés. A szexárdi Kölcsei utcai rendelőt a betegek 4 hónap múlva használhatják újra. Közben Szexárd egy másik pontján, a Vigand János téren is zajlanak az ott található házi és fogorvosi rendelők felújítási munkálatai. A két praxisra összesen közel 80 millió forintot fordít a helyi önkormányzat. A munkát márciusban kezdték el. A rendelők elé tervezett 9 parkoló már elkészült. A szakemberek most az épületek belső terein, valamint a hőszigetelésen dolgoznak. A Város Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának keddi ülésnapján ezek a praxisok is napi renden voltak. Mivel a munkák jól haladnak, ezért a város vezetői már a szükséges orvosi eszközök beszerzésén dolgoznak. Ez a projekt a vége felé tart, itt a működéshez kapcsolódó orvosi eszközök, műszerek beszerzéséről van szó. A meghívásos pályázatra eljöttek, a meghívottak, azonban nem adtak be 3 érvényes ajánlatot, és a közbeszerzési törvény szerint ennek meg kell lenni, ezért sajnos újra eredménytelenné kell majd nyilvánítsuk és újra kiírni a pályázatot a műszerek beszerzésére. Továbbra is 5%-os maradhat a lakásáfa. Ez azt jelenti, hogy amennyiben az országgyűlés elfogadja a javaslatot, a legalacsonyabb mértékű 5%-os lakásáfa még 5 éven keresztül alkalmazható. A kormány javaslata alapján 2023. december 31-éig továbbra is a kedvezményes 5%-os áfakulcs alkalmazható azoknál az új lakóingatlanok értékesítésénél, amik 2018. november 1-én végleges építési engedéllyel rendelkeznek.
Tovább csökkent Tolna megyében a vagyon elleni bűncselekmények száma, az ingatlanok biztonsága pedig lényegesen nőtt. A közterületen elkövetett bűncselekmények felderítésében Tolna a leghatékonyabb megye, hangzott el a megyei bűnmegelőzési tanács soros ülésén. A Vármegyeháza dísztermében tartott tanácskozáson kiemelten foglalkoztak a lakóingatlanok védelmének eszközeivel és a környezet még biztonságosabbá tételének lehetőségeivel. A rendőrök éppen egy családi házat ellenőriznek Szekszárdon. A megyében 2007 óta működik a nyaralókártya program. A kapitányság járőrei, ha a lakos jelzi igényét, a megadott címet útiránytervükbe beépítik, hogy visszatérően megbizonyosodjanak a ház érintetlenségéről. Ez is egy jó alternatívája otthonunk és értékeink biztonságban tudásának. Tolna megyében a felvilágosító kampányoknak, a várvédő programnak, vagy éppen a fent említett nyaralókártya rendszernek köszönhetően tovább csökkent a vagyon elleni bűncselekmények száma, mondta a Tolna megyei bűnmegelőzési tanács keddi ülésén Szabó Zoltán rendőralezredes. Szerencsére továbbra is az országos átlag alatt található Tolna megyében a bűncselekményeknek a számai, a vagyon elleni bűncselekményeknek a száma is jóval az átlag alatt található, és szerencsére az elmúlt években még ebben is egyfajta csökkenést lehetett kimutatni. Már 2018-ban a csökkenés úgy tűnik az eddigi eredmények alapján, hogy megtorpant. Egy kismértékű emelkedés is látható, ennek nyilván sok összetevője van, ezeket vizsgáljuk, de úgy tűnik, hogy még mindig tudtuk stabilizálni ezt az állapotot. A kivilágított utca, ingatlan, jól karbantartott kert és telek, a nagy ablakok, melyeken könnyen belátni az utcáról, mind csökkentik a betörések lehetőségét, mondja Molnár István Jenő, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács főosztályvezető helyettese. Az építészeti bűnmegelőzés kriminológiai megközelítése azonban szerteágazó, beszélhetünk szimplán technikai megoldásokról, úgy, mint ablakok és átláthatóság kérdése, beszélhetünk riasztóberendezésekről, beszélhetünk térfigyelő kamerákról, nagyon fontos a közvilágítás és a kivilágítottság kérdésköre, nagyon fontos a parkok, közterek és egyéb közösséget kiszolgáló nyilvános terek esetében az átláthatóság, a vonzerő, hogy ott megfelelő mennyiségű és számú ember legyen jelen. Mindezek együttese adja meg az építészeti bűnmegelőzés lényegét, a tanácskozáson a polgárőrség vagyonvédelmi tevékenységét és az önkormányzatok településbiztonságát is tárgyalták. Teherautóba hajtott hátulról egy személyautó sofőrje kedden délután Szekszárd határában az M9-es út felhajtójától nem messze. A hátulról érkező autó, nem tudni miért, az út szélén műszaki hiba miatt várakozó teherautó jobb hátuljának csapódott. A balesetben a személyautó sofőrje súlyosan megsérült, a helyszínen és idejére a rendőrség a teljes útszakaszt lezárta, a forgalmat a Palánki útra terelték. Közösen járőröztek rendőrök és polgárőrök Szekszárdon. Az akció célja az volt, hogy az önkéntesek és a szakemberek tevékenyen segítsék egymás munkáját. A nap során tanyákat, temetőket és a bevásárlóközpontok környékét keresték fel. Két felé vált a két rendőr és a két polgárőr. Így ellenőrizték ezt a szekszárdi tanyát. A hatóság járőrei és az önkéntesek a szekszárdi tanyavilágban, temetőkben és a bevásárlóközpontoknál járőröztek közösen. Ennek az egész akciónak az apropója az volt, hogy a Polgárőrszövetség, illetve a rendőrség szoros közreműködésben áll egymással, és próbáljuk segíteni egymás munkáját, ennek érdekében, hogy az állampolgárokat meg tudjuk védeni a különböző bűncselekményektől. Nem csak járőröztek együtt a rendőrök és a polgárőrök, az egész munkanapot együtt dolgozták végig, így reggel közös eligazításon is részt vettek. A reggeli eligazítást dr. Pülési Gábor, a szekszárdi rendőrkapitányság kapitányságvezetője tartotta, illetve Szabácsi Szabolcs rendőralezredes, a közrendvédelmi osztályvezetője. Mindketten az eligazítás során hangsúlyozták, hogy nagyon fontos a szoros kapcsolat a polgárőrökkel, akik, mint állampolgárok, nagyban hozzájárulnak a rendőrség munkájához. A közös járőrözés során a rendőrség munkatársainak és a polgárőröknek egyetlen szabálytalanságnál sem kellett intézkedniük. Lopott festményeket keresnek a bonyhádi rendőrök, a két olajképet egy várajai tanyából vitték el jogtalanul. A bonyhádi rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható festményeket látta, vagy a bűncselekményről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a bonyhádi kapitányságon, vagy hívja a 74-550-950-es számot.
Akár mennyire is fejlődik a bűnüldözés és a rendvédelem, technikailag a rendőrkutyák fontossága nem csökken. Számos olyan feladat van, amiknek az ellátása csak a kutyák segítségével oldható meg. Tolna megyében 11 rendőrkutya teljesít szolgálatot. Ki ne emlékezne Kántorra, a leghíresebb magyar nyomozókutyára? Bár a bűnüldözés és a nyomozás technikája jelentős fejlődésen ment keresztül, a rendőrkutyák fontossága semmit sem csökkent. Nagy hangsúlyt fektetünk a kutyavezetők tevékenységére. A nyomkövetésben, kábítószerkeresésben legfőképpen mi ilyen kutyákkal is rendelkezünk itt a megyében. Egy kutya kiképzése attól függően, milyen területen használják, 3-6 hónapig is eltarthat. A rendészeti védelemtől a kábítószer felkutatásig számos szakterületen elképzelhetetlen a sikeres munka nélkülük. A személyazonosítás, a szakazonosítás területén belül személykeresés nagyon sok olyan területen alkalmazható, amit a legújabb műszerekkel, eszközökkel sem lehet kiváltani. A mostani programban a társszervek képviselői is képet kaphattak a Tolna megyei rendőrkutya állomány felkészültségéről. És persze arról sem szabad elfeledkezni, hogy a kutya elsősorban barátja, és másodsorban csak beosztotja a vezetőjének. A kutyának egy, hát nem is tudom, hogy fogalmazzak, egy, hát mindegy Isten úgy tekint rá, és néha látszik is, amikor leül a kutya mellé, és csodálva nézi a gazdit, hogy most mit is kelljen csinálni. Tolna megyében 11 rendőrkutya és 6 felvezető teljesít szolgálatot. A rendőrség a továbbiakban is hangsúlyt fektet a szakák fejlesztésére. November 11-e Lengyelország legnagyobb nemzeti ünnepe a Függetlenség napja. A lengyelek ezen a napon országuk újjászületésének 100. évfordulóját ünnepelték idén. Bonyhádon a lengyel-magyar baráti kör hétfőn kora este a lengyel-magyar barátság emlékművénél ünnepelte a jeles eseményt. 100 évvel ezelőtt hangzott fel először a lengyel köztársaság himnusza. 1918. november 5-én Lublinban megalakult az új lengyel köztársaság első kormánya. November 11-én a lengyel légiósok és a lelkes diákok lefegyverezték a Varsó területén maradt német helyőrséget. A történeti emlékezet ez utóbbi dátumot az idegen csapatok fővárosból való távozását tartja a II. Lengyel köztársaság szimbolikus kezdetének. Ez lett a nemzeti függetlenség ünnepe is. Bonyhádon 8 évvel ezelőtt alakult meg a lengyel-magyar baráti kör, akiknek köszönhetően a városban tavaly avatták a lengyel-magyar barátság emlékművét. Lengyelország függetlenségének 100. évfordulója alkalmából itt gyűltek össze kedden este az ünneplők. A német fegyver letételnek az ideje is 18. november 11-e, és a történészek hivatalosan ezt tekintik az első világháború befejezésének. Magyarország ugyan Pádovában ugyanezen év november 3-án kötötte meg a fegyverszüneti szerződést, de a nagyháborúnak november 11-e a vége. 100 évvel ezelőtt megszületett egy modern állam sokszínű etnikai, vallási, világnézeti térképpen, ahol a 20. század első felének egyik legerősebb munkásmozgalma és legintenzívebb parasztmozgalma formálódott ki. Pályaorientációs napot tartottak a Paksi Energetikai Szakközépiskolában. A szakemberek 3 helyszínen nyújtottak információt, ezzel segítve a fiatalok döntését. Az ESZI intézmény fenntartó és működtető alapítvány 2001 óta az alapító Paksi Atomerőmű támogatásával igyekszik mindent megtenni azért, hogy az intézmény egyre jobb lehetőségekkel képezze az itt tanuló diákokat. Az ESZI pályaorientációs napján a szakgimnázium épületében az általános iskolásoknak mutatták be a választható 6 területet, egy-egy játékos bemutató kíséretében. Mitler István, az alapítvány kuratóriumának elnöke, fontosnak tartja az ilyen komplex napokat, hiszen első kézből kaphatnak információkat a diákok. Gyakorlatilag arra is lehetőség nyílik itt a 8-os gyerekeknek, hogy azt meg tudják nézni, hogy ha végeznek, akkor milyen lehetőségük lesz a továbbtanulásra, illetve milyen elhelyezkedési lehetőség van. Paks 2 is tervezi a jövőben, hogy azokkal a felsőfokú tanulmányaikat folytató diákokkal, akik a régióból származnak, azokat tanulmányi ösztöndi valamely formájában, még a tanulmányaik során támogassa, gyakorlati helyet biztosítson, továbbá álláslehetőséget kínáljon azok részére, akik a szerződésben foglaltaknak és az elvárt tanulmányi eredményeknek megfelelnek. Somogy és Baranya megyék hírei következnek. Mit tanuljak, merre menjek? Pályaorientációs nap Királyegyházán.
közel 100 hajléktalant láttak vendégül, jótékonysági ételosztást rendezett a Lafarge. 2020-ig összesen 20 helyszínen a Diák Sportfesztivál új sportrendezvényt tesztelt az MDS. Milyen szakképző iskolák várják a nyolcadikosokat, milyen elhelyezkedési lehetőségek vannak, ezekre a kérdésekre kaptak választ szombaton a királyegyházai általános iskolások. Pályaorientációs napot tartottak a megyei iparkamara segítségével az intézményben. Ezen a diákok az önismereti vizsgálat segítségével képet kaptak arról is, hogy milyen irányba érdemes elindulniuk. Ügyességi és képességfelmérő feladatokat oldottak meg a királyegyházi általános iskolások szombaton. Itt tartották a megyei iparkamarával, cégekkel és a pécsi szakképzőiskolákkal azt a pályaorientációs napot, amivel a nyolcadikosok szakmatanulását akarják segíteni. De volt, aki már tudja, milyen irányba tanul tovább, mint például Tóth Szabolcs. Informatikát szeretnék tanulni, szoftverfejlesztő, rendszergazda, ilyesmiben gondolkozok. Mindig is nagy hangsúlyt fektettünk a pályaorientációs tevékenységekre, nagyon szeretnénk segíteni a gyerekeket és a szülőket is abban, hogy adekvát pályaválasztás történjen a nyolcadikos gyerekek körében. Ebben komoly segítséget kapunk most már harmadik éve a Pécs-Baranyai Iparkamarától. Mondja az iskola pedagógusa, aki a pályaorientációs témanap szervezője. Jelenleg 108 gyerek tanul a királyegyházi általános iskolában. Rengeteg információt kapnak a gyerekek a továbbtanulással kapcsolatban, amit nem biztos, hogy fel tudnak dolgozni. Ráadásul van bennük egy félelem is, mondja az iparkamara munkatársa. Az iparkamara célja, a pályaorientációs csapat feladata és célja, hogy ezeket az információkat kicsit letisztázza, az információkat kikristályosítsa, és ezt a félelmet eloszlassa. Különböző programjaink vannak ezért. Az egyik ilyen programunk az önismereti tréning. Ahol a gyerekek megtudják, milyen irányba érdemes tovább tanulniuk, képességeik és érdeklődésük alapján. A pályaorientációs napon a szülőket is várták az iskolában, hogy a család közösen dönthesse el, milyen irányba induljon el a nyolcadikos gyermekük. Jakabos Zsuzsanna Európa-bajnok úszó is ellátogatott az épülő kaposvári versenyuszodába, ahol a sportoló kiemelte, az ilyen beruházások is hozzájárulnak ahhoz, hogy a fiatalok megszeressék az úszást, emellett pedig a profi sportolóknak még jobb körülményeket biztosít a felkészüléshez. A munkálatok kapcsán Szita Károly arról beszélt, akár már 2019 nyarán rendezhetnek versenyeket az új úszodában. Gyors ütemben haladnak a kaposvári versenyuszoda munkálatai. Az építkezés 2017-ben kezdődött, s a tervek szerint 2019 nyarán már birtokba is vehetik a vízisportok szerelmesei az 50 méteres 10 pályás úszodát. Az építkezésre Jakabos Zsuzsanna Európa-bajnok úszó is ellátogatott. Mindig nagyon izgalmas egy ilyen úszodát látni, amiben még nincsen víz, mert én már beleképzelek mindent, már magamat is, és alig várom, hogy hát én is csobbanhassak. Jövőre már ugye lehet olimpiai szintet is úszni, úgyhogy remélem, hogy hát így vissza tudok térni, mert én nagyon-nagyon sokat versenyeztem itt, rengeteg vidékbajnokságom volt, amit Kaposváron ugye még a kinti 50-esbe, és hát megmondom őszintén, nagyon jó élményekkel gazdagodtam minden egyes versenyemen. Úgyhogy remélem, hogy ezt majd újra folytathatom itt. Az eseményen Szita Károly polgármester kiemelte, kiváló eredményekkel tértek haza a kaposvári sportolók az országos bajnokságról. Az új úszoda még jobb körülményeket biztosít majd az edzésekhez. Nagyon jól szerepeltek a kaposvári versenyzők, érmeket is hoztunk, sok egyéni csúcsot úsztak a fiataljaink, akik nem is felnőtt korúak, de elindultak ezen az OB-n, és azért is építettük a mögöttem levő FINA szabályoknak megfelelő új versenyúszodánkat, hogy még több lehetőséget és még jobb lehetőséget tudjunk biztosítani annak érdekében, hogy sikersportág legyen az úszás. Szita Károly hozzátette, az új úszoda országos versenyek lebonyolítására is alkalmas lesz. Vannak tehetséges sportolóink, vannak tehetséges edzőink, és van egy csodálatos infrastruktúránk, amely most kiegészül az új úszodával. Erről csupán annyit mondanék önöknek, hogy a kivitelező azt ígéri, hogy március végén
átadja az épületet nekünk, utána megszerezzük a szükséges papírokat, és nagyon remélem, hogy áprilisban már az úszóknak biztosíthatjuk itt a lehetőséget. Ennek tudatában nyújtottunk be országos versenyek megrendezésére már jövőre, 2019-re pályázatot. De nem csak a profi sportolókat, hanem az amatőr úszókat is várja majd az új úszoda, amely mintegy 5,7 milliárd forintból épül meg a Németh István programnak köszönhetően. Ami neked természetes, az másnak ajándék. Ezzel a címmel zajlik önkéntes programsorozata Lafarge cementgyárnál. A cég dolgozói ezúttal egy közös főzésen és jótékonysági ételosztáson vettek részt a máltai szeretetszolgálattal közösen. A szervezet pécsi állomásán közel 100 fő hajléktalant láttak vendégül. Pontosan a déli harangszóra érkezett meg a máltai szeretetszolgálat autója szombaton Pécsen. Három fémüsnyi ételt hoztak a szervezet munkatársai és a Lafarge cementgyár önkéntesei. A cég már évek óta megszervezi ezt a jótékonysági programot, melynek során hajléktalanoknak osztanak egy tál ételt. Ami az idejében egy különlegesség, hogy a máltai szeretetszolgálattal együttműködésben egy kicsit előrébb hoztuk időben, mert hogy a karácsonyi alkalmakkor ugye sok cég hasonlóképpen a Lafargehoz szívesen vesz részt ilyen önkéntes akciókban, és ugye minden nap igazából szükség van arra, hogy támogassuk a rászorulókat. A Lafarge részéről több mint 10 dolgozó vett részt a főzésben és az ételosztásban. Mindezt a munkaidejük keretében végezték. Az idei cél a 750 órányi önkéntes munka, melyben aktívan részt vesznek a kollégák, tette hozzá Zadravec Zsófia. Ezen az alkalmon egyébként közel 100 főt láttak vendégül a máltai szeretetszolgálat pécsi állomásán. Nagyon fontos az is a hajléktalanoknak ilyenkor, hogy a Lafarge önkénteseivel kapcsolatba kerülhetnek, hogy valaki kíváncsi a sorsukra, a történetükre, külön élménynek, hogy ilyenkor pár szóval tudnak magukról beszélni, és elmondhatják azt, hogy ők tulajdonképpen miért vannak ebben az élethelyzetben. A cég önkéntesei egyébként a dolgozói juttatásként biztosított november havi kávéadagról mondtak le. Az így megspórolt beszerzési értéket köthették el a jótékonysági ételosztásra, de karácsonyi ajándékozásra is fordítanak majd az összegből. Idén novemberben 4 vidéki helyszínen rendezték meg a Magyar Diáksport Szövetség új sportrendezvényét, a Diáksportfesztivált. Beled és Nagybajom után november 12-én Kozár Mislányban és Nagy Kanizsán sportolnak együtt a megyék alsó tagozatos diákjai. A fesztivál típusú rendszerben megvalósuló sporteseményeket a Magyar Diáksport Szövetség kísérleti jelleggel teszteli 2020-ig összesen 20 helyszínen. Hétfőn a Kozár Mislányi sportcsarnokot népesítették be a megye alsó tagozatos tanulói, hogy az első és második évfolyamosok készségfejlesztő ügyességi játékokat próbáljanak ki, a harmadikos és negyedikes gyerekek pedig a szivacs kézilabda alapjaival ismerkedjenek meg. Baranya egyébként a közelmúltban vehette át a legaktívabb megye kitüntetést. Úgy gondolom, hogy ezen a vonalon mindenképpen még tovább erősítenünk kell és haladnunk kell, hiszen a legfontosabb, hogy a következő generáció az egy aktív, sportos személyiséget neveljük ki, és őket erősítsük abban, hogy mozogni kell, sportolni kell, és 18 éves korunkig alapozzuk meg az állóképességnek a 80%-át, ezt erősíteni kell bennük is. Kozár Mislányban nagy hangsúlyt kap a diák és szabadidő sport. A közeljövőben még tovább fejlesztik az infrastruktúrát, hiszen elkészül egy a Tüskésréthez hasonló szabadidőközpont a belső tónál. Most már szabadidősport felé szeretnénk nyitni, ezért nálunk is ki fog alakulni egy ilyen mini Tüskésréti tó, mint ami Pécsnél már rendelkezésre áll. Futópályákat fogunk létrehozni a széles közönség számára, rekordtámborítással, kültéri fitness eszközök lesznek még elhelyezve, és újabb gruntpályákat szeretnénk a széles közönség számára, a gyerekek számára megnyitni. 2020-ig összesen 20 helyszínen rendez Diáksportfesztivált a Magyar Diáksport Szövetség, melynek hosszú távú célja, hogy a társas és játékközpontú, azaz nem az eredményekre és a győzelemre összpontosító eseményeken és a mozgás élményén keresztül a gyerekek életébe beépüljön a legalább napi 60 percig tartó testmozgás igénye. Végül a legfontosabbak újra röviden. Rendelőfelújítás, több mint 3200 szekszárdit érint az egészségügyi fejlesztés. Kevesebb betörés Tolnában, ülésezett a megyei bűnmegelőzési tanács. Nélkülözhetetlenek, a kutyák fontossága nem csökkent a rendőri munkában.
Századik évforduló, november 11-e Lengyelország függetlenségének a napja. Tolna megyében szerdán élénk északias széllel érkezve kissé hűvösebb levegő áramlik térségünkbe, de nagyrészt napos idő várható. Kora délutánra mindenütt megszűnik a köd. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, műsorainkat visszanézhetik a megújult tolnataj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahová képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!